A kutatók azok mindig kakukk tojások az ilyen értekezleteken. Én 21 évvel óta foglalkozom nemek kérdésével, nem egyszerűen csak nőkkel, hanem nők és férfiak kérdésével, mert én úgy gondolom, hogy ez a kettő az egy dolog, és egyik függ a másiktól, és ezt nem vizsgáljuk, akkor ebből mindenféle félmegoldások, vagy még annyik se születnek. A kutató azért idegen egy ilyen helyen, mert amit itt olvasunk, és mindenki arról beszélt, hogy mennyire jó ötletek vannak, és milyen jó szabályok, törvények, csak éppen valahol ez az egész dolog nem stimmel, és nem működik. Én azt szeretném megmondani, vagy arról beszélni, hogy miért nem tesszük fel azt a kérdést, hogy miért nem működik. Tehát mi az oka annak, hogy ennyiféle ember itt ül, és mindenki mást gondol a dologról, mindenki a saját kis verzióját akarja megoldani, és ez valahogy egyszerűen nem jut közös nevezőre, vagy ha közös nevezőre jut, akkor egy csomó csalódott ember kerül újra. A prostitúció kérdése ilyen. Ennek egyik legfőbb problémája az, hogy mindenhol, ahol én itt olvasom, mindenki kutatási anyagokra hivatkozik, mindenki azt mondja, hogy felmértük, mindenki azt mondja, hogy tudni szeretné, hogy mi van. Tehát az a lényeg, hogy a tudomány azzal foglalkozik, hogy mi van. Akik itt ülnek és civil szervezetek, azok politikával foglalkoznak, azok azzal foglalkoznak, hogy milyennek kellene lenni, milyennek szeretnénk. Ebből következően a tudós az itt ül, és azt mondja, hogy én meg tudom mondani, hogy mi van. Erre mindenki, aki itt ül, ki tudja választani a maga számára megfelelőt abból, amit egy tudomány megállapít. Sőt, ha ez nem megfelelő, akkor vannak olyan szervezetek, vagy olyan politikák, akik gyártanak maguknak tudományos szervezeteket, akik ezeket az adatokat előállítják. Ebből következően, hogyha egy kutató így ül, akkor biztos vagyok benne, hogy mondok 5 olyan dolgot, amiből 5 felé fog tetszeni, de olyat nem, hogy mind az 5-re azt mondja valaki, hogy igen, ez nekem így megfelel. Ugyanis az egész kérdés, a prostitúció kérdése, az egy morális kérdéssé vált. Ez egy morális politizálás, amit mi csinálunk, és mindig abba ütközünk bele, hogy a morálnak valamit nem tetszik. Nem szeretjük a prostitúciót. Ugye, valamilyen formában nem szeretjük. Egy tudós ilyet nem mond. A tudomány az azt mondja, hogy a tudomány kutatásom tárgya az nem ítélet kérdése. Azt nem megítélem, hanem megmondom, hogy mi van. És aztán mindenki elveszi belőle, ami neki tetszik. Azért nem sikerül, úgy tűnik, ez a fajta leülünk és megbeszéljük, és majd akkor nagyon okosakat mondunk, és megmondjuk az államnak, meg a nem tudom kinek, hogy ezt hogy kell csinálni, mert ebben a morális politizálásban több olyan elem van, amit hogyha nem tudunk, hogy micsoda, akkor nem tudjuk kezelni. Az első, amit nem tudunk kezelni, hogy a prostitúcióval kapcsolatosban ideológiai alapon működik a hozzáállás. Tehát mindenkinek megvan a maga ideológiai alapja, ami szerint megítéli, hogy hogyan viszonyuljon a prostitúcióhoz. Ezért van az, hogy liberálisokról, feminista, konzervatív és egyéb ideológiákról beszélünk, és egy adott hatalom nyilvánvalóan ennek megfelelően fog politizálni. Tehát oda fogja osztani a pénzt, akinek az ő ideológiájának megfelelő anyagot tudnak produkálni. A tudományból pedig mindent ki lehet szedni, mert a valóságban minden van, tehát aki azt mondja, hogy ez egy csúnya dolog, akkor meg fogja találni ebben a csúnya dolgot. Aki azt mondja, hogy ezt munkaként kell kezelni, az meg fogja találni azokat az érveket, ami azt mondja, hogy igen, kérem, ez így hasznos, munkaként kell kezelni. A másik azt mondja, hogy nem, mert én tudom, hogy ha munkaként kezeled, akkor olyan dolgok lesznek, mint Németországban például, hogy ugye ahol munkaként kezelik, hogy akkor mit csinálnak, ha a munkanélküliséget kezelő, tehát munkát ajánló intézményben kik közvetítenek valakit egy bordélyházba, vagy egy prostituáltnak, mert hogy azt el kell fogadni, hiszen ha nincs valaki munkanélkül, és megfelel ezeknek a kritériumoknak, akkor tessék, kérem, oda el lehet menni. Ebből egy botrány volt Németországban, amikor bevezették 2000-ben a prostitúciós törvényt, hogy munkaként kezelik ezentúl a prostitúciót, kiközvetítettek egy nőt arra, hogy menjen a bordélyházba, mert ott van állás. Mire azt mondta, hogy hát hogy képzelik azt, hogy ő egy ilyen helyre elmenjen. Mire mondtak, hogy hogy képzelik, hát kérem szépen, ez törvény, és hogyha nem megy, kétszer nem fogadja ezt el, akkor nem fog munkanélküli segélyt kapni.
Ugye hát abban a pillanatban Németországban kitört a botrány, és egy miniszteri rendelettel azonnal hát, korrigálták a történetet, és azt mondták, hogy nem kell elfogadni akkor, ha az egy olyan intézménybe szól, ami a delikvensnek nem. Igen ám, de ez csak egyedül csak a prostitúcióval kapcsolatos volt. Ez olyan munkahelyi problémákat hozott, hogy hát mi van, ha valakinek nem tetszik az, hogy őt fodrásznak, vagy takarítónőnek, és így tovább. Tehát mindenre találnak érveket arra, hogy mi jó és mi nem jó. Tehát az ideológia az első. A második nagyon fontos dolog, amit itt is most is lehetett tapasztalni, hogy borzalmas érzelmek, elképesztő mély érzelmek kísérik ezeket az eseményeket. Nézzék meg, hogy egyedi eseteket veszünk elő, ki szenved jobban, kivel történt borzasztóbb dolog, és ezeket hozzuk föl érvként, hogy azért kell ezt csinálni, mert ez ilyen meg olyan. Az harmadik része a dolognak az, hogy ami a legfontosabb, hogy semmiféle konkrét adatot nem kell használni. Tehát itt elhangzanak óriási számok, 90%-ok, mindenki borzasztó, rettentő, ilyen jelzők, amik mögött semmiféle valóságos megfogható tartalom nincsen. Olyan statisztikák, amik úgy jelölik, hogy Hollandia egyébként a felhozott kellemes példa, ahol azt mondják, hogy a 3000 prostituáltól a 30000 prostituáltig. Na most ugye egy politika, hogyha dolgozni akar, annak egyáltalán nem mindegy, hogy 3000 prostituált van egy adott csoportban, vagy 30000 van. Ugye Svédország ebből a legjobb példa, ahol 1200 prostituáltat tudtak összeszámolni, és akkora, hát ha ennél erőteljesebb politizálást, mint a svéd kormány prostitúcióval kapcsolatosan valaki ennél többet tud, hát 1200 prostituált. Németországban a 40 ezertől a 200 ezer prostituáltig, tehát nincsenek konkrét adatok, nincsenek számok. Ezek egyszerűen azért vannak, mert ilyen kutatásokat nem tudunk, vagy nem lehet folytatni. Csak meghatározott kis területet lehet lefedni, hogy ott éppen hányan, hiszen a természetéből fakadóan, ez titkos, ezt azok, akik benne vannak, azok se próbálják. Egyszerűen a helyzetnél és a lehetőségeknél fogva nem tudunk nagyon nehezen férünk hozzá konkrét adatokhoz. Na most, amikor a közpolitikát hozzuk, akkor olyan adatokra építenek, amik ilyen hasra ütött, becsült számok, hogy amit úgy mondtak, hogy úgy mennyi lehet kb. Hát erre a kb-ra azért nem mindegy, hogy egy olyan közpolitika épül, amelyik egy 3000 fő, 300 fő, 30 fő, 90 fő, vagy 15000. Ezek nem ugyanazok a politikai megoldások, és nem ugyanazokat az eszközöket igénylik. Ebből következően a legfontosabb kérdés az lenne, hogy miért van az, hogy úgy hangzik mindig, mint a süketek párbeszéde. Tehát én amikor bemegyek egy ilyen, ezért nem szoktam elmenni se civil szervezet, se semmiféle szervezetek ilyen nagyon vitájára, mert már a szó is irritál, hogy vita, ugyanis a vita azt jelenti, hogy én meg akarnak győzni téged, hogy nekem van igaza. Hát ki tudja mi az, hogy igaz? Hát ilyen nincs, hogy kinek van igaza. Az igazság az nem egy ilyen dolog, hogy leteszem az asztalra, és akkor annak igaza van. Hanem egész másképp zajlik, hanem vagy az van, hogy a legkisebb rosszat választjuk, és közösen megállapodunk valamibe, de hát pont az ideológia akadályozza azt meg, hogy ezek a közös megoldások létrejöjjenek, és a süketek párbeszédét hallgatja az ember, mindenkinek megvan a maga 20 mondata, amit mond, független attól, hogy a másik mit mond. A lényeg az, hogy ne kelljen a másikat szeretni. Úgyhogy ez borzasztó, amiből következően nyilvánvalóan egy kutató így hátradul, és azt mondja, hogy hát tessék, csináltok, amit akartok, mert ha nem érdekel az, hogy mi van, akkor nyilvánvalóan borzasztó nehéz azzal foglalkozni, hogy mit szeretnénk. Ebből következően, ha megnézik a világ létező összes prostitúcióval kapcsolatos szabályozását, azt látják, hogy van belőlük millió, és egyikre sem lehet azt mondani, hogy na ez igen, ez sikeres. Ugyanis semmi köze nincs a szabályozásnak a sikerességhez. Azt, hogy a svédek állítják, hogy attól, hogy a klienset büntetik, náluk megszűnt a prostitúció, ez olyannyira nem igaz, hogy egy
Ez egy hónappal ezelőtti norvég felmérést olvastam, ahol még szigorúbb a prostitúcióval és a kliensekkel szembeni fellépés, a törvény is az. Egy hónappal ezelőttibe az van, 70%-kal nőtt a prostituáltak száma és a látható, tehát az utcai prostituáltak száma Norvégiában. Na most akkor mi a siker ebben? Tehát még számon kérni sem érdemes, egy kutató nem kéri egy számon, mert pontosan tudjuk, hogy rezisztens a prostitúció a mindenfajta szabályozásra. Tehát ha nem az a cél, hogy a legkisebb rossz legyen a résztvevőknek például, és ne olyanok döntsék el, hogy mi legyen a prostituáltakkal, vagy mi legyen a szexmunkásokkal, akiknek halvány gőze nincs, akik közelről nem is láttak, hanem csak egy ideológia mentén mondják azt, hogy akkor minden nő, és így tovább. Tehát ezek a dolgok azok, amikor azt kell észrevenni, hogy akik benne vannak, azoknak van szavuk, azoknak kell megmondani, hogy mi az, ami nekik jó, és ahhoz azt kell beleilleszteni egy abban a rendszerben, ami működik. Na most, ha ez nem így működik, hanem teljesen egyértelmű, hogy ha én végignéztem az összes létező prostitúcióval kapcsolatos szabályozást, hogy hány olyan ország van, ahol egyáltalán figyelembe vették az ottani szexmunkások véleményét, hát el fognak csodálkozni, mert azokat még Németországban is nagy problémát okozott, hogy egyáltalán szóba álljanak szexmunkásokkal, amikor ezt a munkaként való értelmezést meghozták. Nagyon-nagyon kevés ország, a Svédországban és a Skandinávokban senkit meg nem kérdeztek a szexmunkásokat arról, hogy nekik jó-e például az, hogy a klienseket büntetik. Senkit nem érdekelt. El vannak nyomva, kész, ők szerencsétlenek áldozatok, érjék be ennyivel, kész. Majd most megoldódik a dolog. Szóval ezek mind ideológiák, mind olyan koncepcióval működnek, aminek nincs köze a valós eseményhez, ami éppen zajlik. Na most a tudomány ebből a szempontból egyetlen egyet tehet, hogy odarakja az asztalra, hogy mit csinálnak. Tehát mi történik? Mi az akkor, ha ez van, mi az, ha az van? Ha ebből lehet választani, és ebből lehetne tanulni, ha képesek lennénk belőle tanulni, akkor talán meg lehetne oldani azt, hogy mindenkinek kevesebb baja legyen ebből az egész kérdésből. A prostitúció azért nehéz dolog, mert morális kérdés. Ahogy nem tudjuk megoldani az abortusz körüli vitákat, tehát az élet és a halál, meg a testünk körüli dolgokat, ami a biológiára épül, azzal nagyon nehezen tudunk bánni, ott mindig előjön a morál. Tehát, hogy jó dolog vagy rossz dolog. És innentől kezdve átcsúszik az egész az ideológiába, és a dolog megoldhatatlanná válik. A másik nagyon nagy probléma az az, hogy a megközelítések, hát nem gondolom azt, hogy szóval egymást vádolják. Tehát itt elhangzanak dolgok, hogy ki a hibás és ki nem a hibás. Mindig bűnbak van keresve. Nem pedig az a közös dolog, azt mindenki elmegy, hogy közös dolgot kell keresni, és amikor a közös dolog nem jön, akkor te vagy azok a állam nem törődik. Az állam ugyanazt csinálja nálunk is, mint mindenhol a világon, hogy van egy olyan része, amelyik hozza az áldozatvédelmet, és hozza a szabályokat az emberkereskedelem ellen, és ad ösztöndíjakat, meg nem tudom én micsodákat ennek értelmében. Másik oldalon meg a rendőr leállítja napjába, mit tudom én, a hetente 928-szor azt az egy darab prostituáltat, aki ugye már milliómos, mert már annyiszor büntették meg. És ebből nem is tudom, mit játékot csinálnak, vagy micsodát. Tehát egyik oldalon látjuk azt a törekvést, amelyik a megoldásra próbálkozik, a másik oldalon meg látjuk, hogy a végrehajtásban ezek a dolgok egyáltalán nem jól működnek. Na most ez a világ, amiben mi élünk, annak van egy borzasztó nagy hibája, az az, hogy mindig valami ellen harcolunk. Szóval valami ellen. Harcolunk a prostitúció ellen, a kizsákmányolás ellen, nem pedig valamiért. Tehát nem nézzük azt meg, hogy sokkal jobb dolog azt a jót keresni, hogy mi miatt nem jön létre az, hogy a gyerekeket például ugye prostitúcióra kényszeríti. Hát ezek a gyerekek ugye, ezek felnőnek ám valahol, meg van egy előző életük. Tehát ha nem arra törekszünk, hogy a gyerekeket úgy védjük, hogy ne kerüljenek ilyen szituációba, akkor ezek a dolgok mindig meg fognak történni, és mindig fogunk találni valakit, aki nem csinálja úgy, ahogy kell a dolgát. Ebben a világban nálunk a legnagyobb baj, hogy nem tanítjuk meg a gyerekeinket se, és mi sem dolgozunk úgy, hogy a felelősséget is tudjuk, ne csak a jogainkat.
Tehát egyre kevésbé látom azt, hogy azt mondja valaki, hogy sajnálom, bizony, ezt én rosszul döntöttem, én vagyok a hibás, nekem kell kijavítani, ebben segítsetek. Hanem azt látjuk, hogy majd megoldja helyettünk a gyerekvédelem, majd megoldja helyettünk a nem tudom én kicsoda, majd megoldja helyettünk az állam. Aztán kiderül, hogy az állam, meg a gyerekvédelem, meg a rendőrség egyedi emberekből áll, akik között van rossz, van jó, van trehány, van ilyen, van olyan. Tehát ha nem én vagyok felelős az életemért és a döntéseimért, hanem mindig elvárom, hogy valakik mások, akkor számolnom kell azzal, hogy azok a valakik mások is bizony olyan emberek, akik csak emberek. Lehet jó ember köztük, lehet rossz ember köztük, de azt, hogy egy intézménytől elvárni, hogy ott mindenki olyan legyen, hogy hú, hát ezt azért a saját családomban is lehet látni, hogy ez nem így működik. Nagyon fontosnak tartom, hogy a kormány, a jelenlévő kormány, sajnálom, politizálom kell, mert ugye most már morálisan politizálom, szóval az a lényege, hogy semmit nem tesz ennek érdekében, semmiféle anyagi támogatást nem nyújt, se a gyerekek érdekében, se a prostitúció érdekében, sehova, semmi. Én ezt most megkérdezem, hogy egyáltalában ki foglalkozik ezzel, mert senki itt rajtunk kívül szerintem ott a parlamentben. Azt kérdezném meg, hogy akkor ön szerint mi van, tehát hogy a kutatások keretei között ön mire jutott? Most függetlenül attól, most a szex, amiket mondott, Az egyik és a legfontosabb dolog az, amit itt elmondtam, én erről írtam egy nagyon hosszú tanulmányt a svéd megoldásról, tehát arról, hogy miért nem működik, és miért, mi egyáltalán mi történt ebben a svéd, tehát a klienseket büntető megoldás, hogy az miért nem jó megoldás, és mik ennek a következményei. Ez az egyik, a másik pedig az, hogy én átnéztem valamennyi szabályozási formát, és ezek a szabályozási formák arra a következtetésre jutottak, hogy teljesen mindegy, a prostitúció rezisztens a szabályozásokra. Tehát egyszerűen ugyanúgy megmarad a szervezetbűnözésre jutott, tehát a kriminális része, akkor is, ha munka, akkor is, ha nem. Tehát egyszerűen magából a műfajból ered a dolog. Ami pedig a konkrét kérdéseket illeti, én most itt Magyarországon is kutatok, ebből az derül ki, hogy az első és a legfontosabb dolog, ha van egy törvény, azt a törvényt be kell tartani. Tudni, attól a pertől kezdve, azt nem tartják be, attól a perctől kezdve bármi megtörténhet. Tehát az, ha itt ki kell jelölni egy zónát, akkor azt ki kell jelölni. Az nem úgy működik, hogy nekem tetszik, vagy nem lehet, akkor tessék megtalálni. Bécsben ugye most 2011-ben megcsinálták a bécsi prostitúciós törvényt, amiben a legfőbb probléma az volt, hogy a belső kerületekben, tehát a belvárosban meg kell szüntetni az utcai prostitúciót. Egyszerűen turisztikai szempontból, lakossági szempontból, közbiztonsági és egyéb szempontból. Ebből következően kijelölték a zónákat, addig is voltak zónák, de itt a belvárosban is voltak zónák. Most a belvárosban sehol semmilyen zóna nincs, tulajdonképpen kettő terület maradt, az egyik a 22. kerületben, a másik pedig a Práternek, a volt város a messze, tehát a vásár részében. Most az egyik is és a másik is alkalmatlan arra egészségügyi szempontból, hogy hát most az ottani prostitúciós szervezetek és a női szervezetek azt próbálják megoldani, hogy ezt csinálják meg rendesen. Na most Budapestnél ugyanez lesz a kérdés, hogy ha például a belső kerületekben egyszerűen nincs hely, nincs olyan hely, ahol ki lehetne jelölni egy zónát, akkor nyilvánvalóan az a tendencia van az Európa összes országaiban és másutt is, hogy kell egy vigalmi negyedet létrehozni. Ha ezt nem tesszük meg, és álságosan becsukjuk a szemünket, és azt mondjuk, hogy jaj, de borzasztó, most még csak az hiányzik, hogy mi legyünk itten a Európa kuplerája, ha ez a megoldás nem tetszik, akkor megint azt csináljuk, hogy eltussoljuk a dolgot, bedugjuk a szőnyeg alá, nem lesz jó senkinek, mert létezni fog a prostitúció úgy, ahogy neki tetszik. A lányok teljesen ki lesznek szolgáltatva mindennek és mindenkinek, nem beszélve arról, hogy semmivel nem lesz jobb a lakosságnak se és senkinek. Tehát ha van egy vigalmi negyed, amiben rendet csinálnak, tehát ahol olyan körülményeket bekamerázzák, tehát minden biztonságot, intézkedést megtesznek, és ez nem az én találmányom, ezt ugye az AG-k hány száz éve mondják, hogy ez egy megoldás. A világ nagy részén ezt csinálják. Ez a tendencia Spanyolországban, Franciaországban, Németországban,
hát Hollandiáról, Belgiumról ne is beszéljünk. Svédország ugye ezt nem akarja, de hát ott hideg van, és ott nem az utcai prostitúció az, ami létezik, hanem ugye a klubok léteznek, amiről lehet így csinálni, hogy az nincsen. Azt viszont tudjuk, hogy a svéd férfiak 75%-a nem Svédországba jár, hanem Dániába, Hollandiába és főleg Oroszországba, meg Finnországba. Tehát a dolog mindenhol más, mindenütt másfajta, nálunk is. Tehát ha nem vizsgáljuk és nem tudjuk azt, hogy miről szól, akkor nyilvánvalóan mindenféléről beszélünk, de az egyik és legfontosabb szempont az az, hogy melyik a legkisebb ártalom. Tehát ha nem erre figyelünk, hogy mi a legkisebb ártalom, akkor nem fogjuk megoldani ezeket a problémákat. Akkor lehet vitatkozni az elnyomáson, meg lehet vitatkozni mindenen, ez bele kell, hogy férjen, ez a politikusok dolga, hogy kik hogy küzdenek meg. De a valóságot ez nem jelent. Ezen változás semmit nem jelent. Tehát teljesen mindegy, ha kijelentjük, hogy prostitúció nélküli Magyarországot akarunk, és tessék megmondani, hogy hogyan. Hogy mit csinálunk azzal a tizenvalahány ezer emberrel, aki pillanatnyilag ebből él. De szigetre lelőjük, mi lesz? Hogyan? Tehát itt vagy a valósággal számolunk, ebben a tudomány tud valamit tenni, másban nem. Tehát a többiben az van, hogy végig kell nézni, és meg kell harcolni, hogy melyik a legkisebb ártalom. Ahogy ezt a drogban csinálják, ahogy ezt normális helyen, normális emberek saját életükben is így csinálják. Mi a legkisebb rossz?